Emlékszel még a Barba papának a szövegére? Itt van megjött Barba papa, megérkezett. Nekem is ez jutott eszembe. Megjött Barba mama, tralalala. Ugyanez jutott eszembe, hogy lalala, itt van újra anya, megérkezett. Barba mama. Ja, angliai turnénak vége. Hát kezdeném rögtön azzal, amivel te fogadtál engem, mikor 3 hónap után hazaérkeztünk Hollandiából, és megláttál, hogy eszméletlen. Hogy nézel ki? Hát, csontsoványra fogytam. Ugyanez volt, beléptél az ajtón, és meglepődve tapasztaltam, hogy te egy hónapig nem ettél semmit. Én nem úgy éreztem, hogy lefogytam, sőt, én úgy éreztem, hogy híztam egy csomódattal a sok szar kajától. Poharas levesek, amire csak vizet kell önteni. Emberi fogyasztásra teljesen alkalmatlan. Na de mi volt az oka annak, hogy te ilyesmit ettél? Hát mert az volt a legolcsóbb, azt meg lehetett kapni, volt ahol 50 penny volt, volt ahol 80. Na meg hát nem is olyan tudtál volna főzni. Volt ahol 1 font volt, de hát azt volt, hogy azt is megvettem, de azon kívül egy hónapig a reggelin kívül az volt a főétel, egy vagy kettő poharas leves. Kuszkusz. Meg kuszkusz, jaj, elejünte még íz lett a kuszkusz, de hát aztán az utolsó kuszkuszt bekotoltam a WC-be. Én azt se tudnám, milyen lenne az. Életemben nem ettem még kuszkuszt. Nekem mindig az jut eszembe, mintha valaki megcsiklandozna. Nem rossz kaja egyébként, jó be volt fűszerezve némelyik. Volt egy nagyon szar lájmos. Hát most lájmos kuszkusz. Na jó, kezdjük az elején. Sokan nem tudják, de neked 2 dolog valósult meg a közelmúltban, ugye az, hogy a zeneművészeti, mondd az iskola nevét te, mert nekem a Zeneakadémia. A Zeneakadémia az egyetlen egy intézményre vonatkozik az elnevezés, az összes többi a Zeneművészeti Egyetem, ez a neve a várostól függően, ez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar. Ja, mert próbálj meg egy kicsit hangosabban beszélni, most a vízcsobogással egyenértékű hát volt a hangod. Hát pedig a víz az csobogni fog néha. Az nem baj, akkor hangosabban beszél majd, légy szíves. Jó! Na végre. Na szóval, kezdjük rögtön az elején, tehát hogy ugye tavaly összejött az iskola. Igen. Az is nagy vágyad volt, és egy másik hatalmas nagy vágyad az volt, hogy egy nagy szimfonikus zenekarral együtt turnézni. Igen. Már lemondtam róla, szerintem olyan október környékén fogalmazódott meg bennem, hogy ez nekem nem jött össze, kész. Le van szarva, így is lehet élni, örüljek annak, ami van, van gyönyörű családom, vannak gyerekeim, van tüneményes házunk, egyben van a 4-es fogat, és kész, végül is tényleg az egyetem sikerült, ennek nem lesz, én már nem foglalkozok vele. És az engedelés megkapod elmélet, az abszolút működik, én ezt határozottan tudom állítani most már. Úgyhogy igen, nem tudom, mikor volt talán, december eleje, november vége, december eleje, amikor kaptam egy telefonhívást, hogy lehet menni Angliába egy hónapra egy zenekarral. Úgyhogy ez történt, ez a késed most se fog, de szerintem ez sem fog. Amikor itt volt a pótanyú, akkor éleztem. Igen? Igen. Na nézzük. Akkor másikat vegyél ki, a másik végig. Nem, mert az a szélső volt a jó, a többi az teljesen. Hát de lehet, hogy az ott a helyek sem jön. Hova tetted? Miért van ez teljesen kipakolva? Fogalmam sincs, én onnan már nem vett. Kiborulva inkább. A fenőkő megvan. Abban sokkal több cucc van. Próbáld meg a másik oldalt, a kés. Nem, mert én tudom, hogy azok még rosszabbak. Mikor is terveztem venni egy kés élező berendezést? Ilyen kicsit. Nagyjából évek óta veszem. Na jó, van mindegy. Én megszerem a kés. Most már fajik. És akkor... így. Tehát akkor gyorsan körbejártam mindent, hogy én tudok-e menni, munkahely, iskola, stb. És akkor tudtam menni. Következő kérdés. Repülőút. Hát mondjuk már utaztál repülővel, de... Most már 14. De te önállóan mentél ki, mert ugye a zenekar már eleve kint volt turnézott, és... Nem, ez úgy volt, hogy... Nem? Egy része, a nagy része azon a napon utazott, amikor én csak ők egy esti géppel, mi meg 2 reggeli géppel utaztunk. 2 zenekar indult útnak, illetve maga a turné december 23-án kezdődött. Eredetileg úgy volt, hogy én is akkor megyek.
de akkor még megoldották valaki mással, így mentem január 1-én. Két zenekar indult el, mert két balettet kellett kísérni, a moszkvai balettet és a szentpétervári balettet. Úgyhogy a szentpétervári balett zenészei indultak december 23-án moszkvai baletthez, a zenekar január 1-én érkezett. Nem tudom, hogy mi miért utaztunk külön, egy fiatal hegedűs sráccal utaztam. Valószínűleg így volt hely a gépen, tehát így tudta foglalni, és akkor a zenekar nagy része pedig este indult Budapestről. Mi már rég ott voltunk a szállodában, amikor ők írták a csoportba, hogy lassan be kellene csekkolni. Úgyhogy, hát ugye Benzsóka elkísért a reptérre, és akkor ott összetalálkoztam ezzel a sráccal, meg még egy csaj jött, aki viszont a Londonban tőlünk külön vált, mert ő is a szentpéterváriakhoz ment. Bocsánat, adjam egy fuchsis poharat, légy szíves. Köszi. Utána nem szólok el, így külön, hanem... Jó van, de repülő, tehát már nem újdonság, mert most 14-szer. Az első város, ahol megérkeztek, az egy furcsa hely volt. Nekem úgy hangzott, mint a Kicsesztek. Kicsesztek. Luton repülőtérre érkeztünk meg. Ott várt bennünket egy összekötő, egy angol ember, akitől kaptunk buszjegyet, illetve taxira pénzt. És akkor így ketten indultunk útnak, még London egyik feléből átmentünk a másikba, az északi feléről a déli felére, az volt 2,5 óra buszozás. És akkor ott átszálltunk egy távolsági járatra, és onnan utaztunk tovább Chichesterbe, ami lent van egészen délen a csatornánál. És estére jöttünk, szóval reggel 6:30-kor indult a gép, és hát olyan este 7 körül érkeztünk meg a szállodába. Hát és akkor ott ugye odaadták a kulcsot, és akkor én először egyedül voltam a szobában. És tudtam, hogy érkeznek a többiek. Először azt gondoltam, hogy nocsak végig egyedül leszek, de aztán ez nem így volt, de mondjuk nem volt baj, rossz lett volna egyedül. Úgyhogy ez volt a helyszín, a többiek éjjel 2 környékén érkeztek meg. Az én szobámból akkor nem jött be senki. Kiderült, hogy miért, mert aztán utána, aki a szobatársam lett, ő a szentpétervári balettnél volt 23-ától kezdve, és ő még egy nappal később érkezett hozzánk át. Ő volt az első hegedűs a diótörő előadásokban, többiben nem. És akkor így lettünk ketten. Milyen érzés volt az, hogy tudod, állandóan, folyamatosan mindig utazni, más helyszín, máshol aludni, bepakolni, ott fölkelni, kitapasztalni, hol van a WC, hol a reggeli. Egy hónapon keresztül változó helyszínek. Talán azért volt jó először egyedül lenni egy 24 órát, mert az ember egy kicsit ott ugye akklimatizálódott. Az nagyon jó volt az a szálloda, az egy ilyen kis ilyen városszéli hotel volt. Volt benne wellness rész, kis nagyon szép medence, meg jacuzzi, meg ilyenek, szóval nagyon kellemes volt az egész. Aztán, amikor elmentünk a következő helyre, az mondjuk engem sok volt, mert ez az első szálloda, ez kényelmes volt, jól el lehetett pakolni. Amikor átmentünk a következő helyre, annyira összemosódnak a helyszínek. Például a manchesteri szállodának a szobáit azt a mai napig nem bírom felidézni, hogy milyen volt. Fogalmam sincs, hogy milyen volt. De átmentünk Sheffieldbe, de Chichesterben sokáig voltunk, ott vagy 5 vagy 6 éjszakát eltöltöttünk. Úgyhogy hát figyelj, annyira más volt, mint alkalmazkodott az ember, nem nagyon tudom megmondani, hogy milyen volt. Az volt Chichesterben a jó, találtunk egy a szállodának egy másik részén egy ilyen konferenciatermet, amit nem használtak semmire. És akkor én mindig oda vonultam fel a hangszeremmel, és ott nagyon erős wifi el volt, úgyhogy ott el voltam. Ott találtam külön mosdót, külön WC-t, stb. Úgyhogy nem volt ez a probléma, hogy gyakorlatilag az egész zenekar egy budira jár minden reggel, mert a szobába senki nem akart WC-re menni, hanem ami lent volt az étterem szintjén, mindenki oda jár, de ez nagyon jó volt ott.
Melyik volt az első pillanat, amikor kiderült, hogy nem is tudsz játszani futballán? Csak az első nap kiderült rögtön. Na, milyen volt az első zenekari próba? Hát ugye ez ténylegesen olyan nagy zenekar, vagy voltál már, ugye Carmina Burana koncert? Hát voltam, de hát az bakfűtjehez képest, ez semmi. Hát hogy volt? A Chichesterben buszra jártunk be a színházba, meg a próbaterembe, mert az egy ilyen 2,5 kilométer volt. Hát az első napon délelőtt elmentem rögtön várost nézni, begyalogoltam egy olyan 3 kilométer, de az előre ki volt nézve, hogy megnézem a katedrális, meg van ez a Market Cross nevű építmény. Úgyhogy azt nagyon élveztem. Telefonnal, térképpel bementem. És akkor utána délután mentünk a próbára. A próba egyébként az nem volt gáz, mert azért ott még elég sokan bénáztak, mert ugye először találkoztunk a karmesterrel. Itt ennek a társaságnak szerintem olyan 80%-a volt, akik először játszották ezeket a baletteket. Vonósok is, tehát nem csak én voltam ilyen kis kezdő sajt. És azzal úgy nem volt gond. Az első előadással volt probléma rögtön az elején. Busz hurcivált minket ott mindig oda-vissza, oda-vissza. Meg volt az első próba. Itthon én megtanultam a darabokban a nehéz részeket, amiket nehéz eljátszani, amik nagyon gyorsak. Azokat gyakoroltam túlnyomó részt, amiből probléma adódott végül is az egész turné során, hogy hol kell belépni a fuvalának, amikor nem volt nagyon határozottan kiszámolható, hanem ahhoz, hogy ezt az ember tudja, ahhoz a fejben kell lenni a darabnak, és akkor hallom, és akkor tudom, hogy most jövök, és nem kell 56 ütemet végig számolni. És az első előadáson ebből volt a galiba, hogy volt egy belépésem, aminek két fajtája volt, az egyiknél ekkor kellett jönni, a másiknál meg akkor, és ezt a kettőt én összekevertem. És végig rossz helyen jöttem, és még csak észre sem vettem, de hát ugye ezt elmondtam a videóban. Ja. Úgyhogy ez nagyon kemény volt. Akkor kaptam egy nagy lecseszést, és akkor nagyon-nagyon eltörött a mécses, úgyhogy szóval a karmestert azok ismerték már, akik évek óta kijárnak. Ők tudták, hogy mire lehet számítani, milyen mentalitású. És nekem mondták is előre, hogy bármit mond, ne vedd a szívedre. De nem neked szól, az annak a pillanatnak szól, a darab miatt, pipa, ne vedd a szívedre. És akkor a turnévezetőnk, aki az egész beszélgetett engem, hát maximalizmus abszolút. Hát már csak azért is, mert 30 éve vezényli ez a karmester ezeket a baletteket, és a tüke tele van azzal, amikor valaki szerencsétlenkedik. Na jó, de hát ezek én átmenő zenekarok, jönnek hát, mennek az emberek. Ez a baj. Igen. Igen. De rögtön, amikor megkaptam a leszúrást, oda jött hozzám az Orsi, és akkor rögtön mondta, hogy Anna-Mari, nem sírni. De amikor kimondtam, már eltörött a mécses, hogy kész, ott végem volt teljesen. És este, amikor bementünk a szállodába, szobatársam is nagyon cuki volt, mondtam neki, hogy ne arra, hogy nem akarok beszélgetni, és akkor bebújtam a kapomra, és akkor egy hangos zokogás, és akkor odajött hozzám, azt mondja, na jó, ezt nem bírom hallgatni. És akkor másnap az egész zenekar velem foglalkozott, nagyon cukik voltak, nagyon aranyosak voltak. És akkor ugye megnéztem pontosan, hogy mi a probléma, mit kell nekem hallgatni, mire kell belépni, és azzal utána már soha többé nem volt probléma. Nem volt gond. De az első ilyen beavatás az abszolút megvolt. De szerintem kellett is neked. Kellett a szépnek. Nem, azért, de már hogy, tehát, hogy minden végletét megél. Egy hónapig nem láttam. Normális bor? Igen. Ez a szar 3,3 decis söröket. Azokat is kortyonként ittam, hogy kitartsam 2 óra hosszáig. Tényleg iszik a zenekar? Persze. Hát az hatalmas volt, Sheffieldbe megérkeztünk. Akkor egészségedekre én tudok egy pohár sört. És akkor este értünk oda. Ugye senkinek nem volt se kajája, se piája. Aztán rögtön mindenki ki a szállodából. Ez például ez is érdekes volt, hogy nem mozogtunk együtt. Amikor először mentünk egy színházba, mert a többi helyen mindig gyalog mentünk, mert közel volt, akkor még valaki, aki tudta, hogy hol a színház, mert már évek óta járt oda, az elkísérte a csapatot, utána mindig külön közlekedés volt. Tehát senki nem várt senkire, ment mindenki magának.
És akkor kimentem a boltba, egy 100 métert kellett gyalogolni. És csak magyarul beszéltek. És akkor nem telt el 10 perc, a fél zenekar ott állt a piáspultnál. De nem, nagy ivók nem. Az abszolút nem volt jellemző. Figyelj, annyi volt, hogy mindenkinek volt estére egy vagy két sere. És akkor, amikor az előadás után visszamentünk a szállodába, akkor mint akit kilőttek, érted, holmi lepakol, két perc múlva már mindenki lent volt a szálloda előtt, és akkor azt az egy ízét, semmi szars, két cigit elszívtunk. Akkor már olyan fáradtak voltunk, hogy mindenki ment aludni. Az első pillanat, amikor azt érezted, hogy kezdődik összekovácsolódni így a banda? Nagyon gyorsan összekovácsolódott a banda, az egész turné alatt ez volt a legnagyobb pozitívum, hogy olyan társaság verődött össze, egyébként ezt mondták is, hogy ez egy ritka jó csapat volt, hogy tulajdonképpen barát volt mindenki, és nagyon-nagyon törődtek az újakkal, és nagyon sokat törődtek, nem csak én borultam ki, utána két nappal egy másik lány sírt. És nagyon gyorsan befogadták az embert, ami nagyon jó volt, hogy sok pécsi volt, mert a turné szervezőnk eredetileg pécsi, és onnan hívott zenészeket, és én két nyugdíjas csajjal alkottam egy bandát, akik oltári jó fejek. Úgyhogy jó, nagyon, tehát ez volt a mindig mindenki segített a másiknak, figyeltek, együtt vigasztalták, ha baj volt, együtt röhögtünk, ha valakinek jó kedve volt, akkor annak mindenki örült. Rengeteg poén, rengeteg röhögés, sok beszélgetés, úgyhogy első osztályú. Én ilyen emberi magatartást még soha az életben sehol nem tapasztaltam. Volt még egy dolog, amit említettél, hogy nem jellemző ezekre az emberekre, hogy dolgoznának. Hát nem úgy, ahogy mi. Igen, a nagy részük szabadúszó. Nem tanítanak. Tehát mikor a tanítás szóba került, akkor mondták, hogy jaj, én tanítottam egy fél évet, köszönöm, elég volt. Így élik az életüket, turnéznak. Nincsen fix keresetük, nincsen bejelentett munkájuk, leadózzák a pénzeket, ugyanúgy, tehát ezt nekik is adózni kell. Pont a szobatársam is küldte az adóhivatalnak a dolgait, még ott. De így élnek, hogy szabadúszók, és hát ugyan nagyon jól lehet keresni egy ilyen turnén, és akkor azt beosztják, és már most is a legtöbbnek már megvan a következő, sokan most mennek ezután Franciaországba, mert ez most március 3-áig tart, szóval ők még most mentek tovább, és akkor mennek következő turnéra, meg hajózni mennek, meg ilyen-olyan haknik vannak. Van még egy sajátosságuk, amit említettél, nem jellemző a család. Hát sajnos igen, ez nagyon látványos volt. Tehát, hogy nincs hova hazamenni, nincs, aki várja őket. Voltak a nyugdíjasok, akiknél már kirepültek a gyerekek. Itt az egyiknek meghalt a férje, és akkor hát ő otthon hagyott egy üres lakást. Tehát ő így el van tök jól. Jön, megy, egyébként is nagyon belevalóak, nagyon vagányak, abszolút semmi nem lepi meg őket. De a fiataloknál ez nagyon-nagyon jellemző sajnos, fiúknál, lányoknál egyaránt, és ez egy 35-40-es korosztály. Mármint, hogy magányosak teljesen? Hát egyedül maradnak azért, mert a távkapcsolatok nem működnek, és ez a gyakorlatilag ez a cigány élet, ez lehetetlenné teszi azt, hogy egy épkézláb kapcsolatot kiépítsenek. És hát nincs gyerekük, és már 40 évesek, és nehogy azt gondolt, hogy nem zavarja őket, tehát ez napi téma. Ezeknél az embereknél. De viszont nem alkudnak meg, tehát nem hajlandók arra, hogy jó, akkor azt mondom, hogy megállapodok, és családot alapítok, igen ám, de akkor keres havi 180 ezer forintot, meg ugye, ami ilyen végzettségek mostanában kellenek, nincs is meg nekik, mert elvégezték annó a főiskolát, és kész, és nincsen ledolgozott évük, tehát nem is sorolják őket följebb. Kapnak nettó 130-140 ezer forintot, kapnának, és akkor most megkeresik a bőven a sokszorosát, bőven. Úgyhogy nincs megalkuvás. Akkor marad ez a helyzet. De van otthonuk természetesen mindegyiknek Budapesten lakás, tehát van hova hazamenni, csak hát most minek menni, ha hazamegy, amikor éppen nincsen turnéja. És akkor addig el van abból a pénzből, amit megkeresett, és várja a következő megkeresést. És így élik az életüket. Bőrönd, szállodáról szállodára. Úgyhogy nagyon más világ nekem ez.
Nagyon szokatlan. De vissza tudnál menni? Mondjuk nyáron vissza tudnál menni? Hát figyelj, de biztos, hogy vissza. Most én azt mondom, hogy azt mondta a turnévezető, hogy ha nála marad ez az egész szervezés, akkor számíthatok rá, hogy szólni fog. Egy ilyen hónap talán belefér, most már mindannyian tudjuk, hogy vészeltük át, ti is, én is. Persze, egy hónap, de annál több nem. Már csak azért sem, mert a zenéiskolában ugye ezt le kell tanítanom, szóval... De nyáron nyári szünet van. Hát nyáron nyári szünet van. Nem tudom, hogy mennek egyébként ezek a turnék, tehát hogy milyen, hogy van. Valami anya van. Tessék! Jövök! Na. Mondj egy szívem. Figyelj, itt van benne abban ezt a szerverben, szürke szövetben. Én most nem fogok a kedvetekért beállni a képbe. Majd anya visszajön. Itt vagyok már. Nem baj, ha kinyitom egy picit az ablakot? Én sose engedtem. Ja, mindegy. Fáj, nem akarok fázni. Én a szaunát az mindig kiengedtem. Nem baj. Na jó. Bizonyos dolgokat már nem tehetsz meg így. Igen. Egyébként én nem változtattam itt semmin. Talán annyi, hogy az edényeket én nem pakoltam be a pici szekrénybe, hanem itt hagytam kint az asztalon a nagy edényeket, mert ugye állandóan be voltak fogva. Ja. Elmostam, ide kiraktam, tehát én nem változtattam semmin. Na, egyébként az egésznek a mechanizmusa az, ha most már tényleg jól sikerült értelmeznem, hogy van egy angol ügynökség, akik az angol színházak repertoáriát kínálják. És akkor az ügynökség összeállít egy évadra egy műsor lehetőséget. Ennek az egyik része például az, hogy elhozzák az orosz balettet. A Moszkvából, meg a Szentpéterváról. És akkor összeállítanak egy műsort, és azt szétküldik az angol színházaknak, hogy ilyen műsorokat tudunk felkínálni, és ezeknek a szervezését lebonyolítjuk. És akkor egy adott színház megnézi ezt a kínálatot, és akkor azt mondja, hogy teszem azt, Csajkovszki Diótörőből, akkor mi január 10-től 15-ig szeretnénk kérni 7 előadást. És akkor kész. És akkor az ügynökségnek ugye van egy tőkéje, anyagi tőkéje, és mikor visszajön a színházaktól a visszajelzés, hogy ki mit kér az évadban, akkor ők ezt elkezdik szervezni. És úgy kerülünk mi a képbe, mint magyar zenekar, hogy jóval olcsóbban tud az ügynökség bennünket. Az mit jelent? Tehát, nem tudom, hogy ezt... Dublájáért megy nem mondjuk tudom, egy... Nem tudom. De kik a drágák? Ne, hát az oroszok. Az orosz zenekar az jóval drágább. Tehát a balettnek a saját mondjuk zenekarát... Mondjuk egy ukrán zenekar. A balettnek a saját zenekarát nem tudják. Aha, nem tudják kihozni, mert annyira drágák, hogy akkor az ügynökségnek már nem éri meg ezzel az egésszel foglalkozni. És akkor ez az ügynökség kapcsolatban van egy magyar ügynökséggel. Meg gondolom, hogy egy orosszal, ugye az orosz az szervezi a balettnek a mindenféle dolgát, az utaztatását, az elszállásolását, az étkeztetését, és akkor van egy magyar ügynökség, akik meg a zenekart intézik. És akkor utána, amikor megvan a költségvetés, akkor nyilván a színház kalkulál a bevételekkel, teltház volt mindenhol, és azért voltak nagy színházak, ahol elfért simán 2500 vagy 3000 ember, és mindig tele volt. Az nagyon sok. És nagyon drágák a jegyek, mert az egyik társunknak kint volt egy rokon kislány Manchesterben, és eljött az előadásra másodmagával, és a két jegyért fizettek 90 fontot. Szóval mennyi pénz? Egy jegy kerül... Mennyi pénz? 100 font? Mennyi pont? Hát most 35.500 mondjuk. De akkor annyira nem drága. Font. Itthon is vannak koncertek, ilyen 13.000 forintet. Jó, annyira nem drága, de hát most képzeld el ezt egy teltházzal. Persze, tehát egy nagy a bevétel. Nagy a bevétel a színháznak, igen. Aha. És akkor mindenki lefölözi ezt az összeget, és akkor tulajdonképpen a morzsa a vége az, ami a zenekarnak jut. Csak ennek az a hátulütője, hogy erre nincsen egy kész állandóan rendelkezésre álló magyar zenekar, hanem úgy kell összeszedni az embereket innen, onnan, amonnan. Mi lett volna, hogyha mondjuk ismerősöket, haverokat. Gyomorrontást kapsz a kuszkusztól is. Volt biztosításunk. Nem erre gondolok, hanem a zenekarra. Szarba vannak. Szarba vannak egyértelműen.
egyedül voltam fuvarista, mert ugye ezzel is spórolnak, de egy zenekarban minimum 2 fuvaristának lennél kell, mert 2 oboe, 2 fagot, 2 klarinét az volt, mert a klarinét több hangolású van, AB hangolású, meg a basszus klarinét, tehát arra kellett 2 ember. De fagott 1 volt, oboa 1 volt, és fuvala is 1 volt, és akkor ezek a kották már úgy vannak összekombinálva, hogy bele van írva a másik szólam, meg a pikoló szólamot bele írogatják, és akkor hát nyilván valamennyire hiányosak a szólamok, de azért mégis aminek el kell hangozni a darabban, az elhangzik. Úgyhogy bajba lettek volna, hát volt egy olyan, amikor leestem a lépcsőn, nem tudom, hogy hol, Stoke van, azt hiszem. Sötét volt az árokban, felmentem az árokba, egy pár lépcsőfokon kellett fölmenni, és akkor nem lehetett még fújni, mert a balett még gyakorolt fent a színpadon, és akkor mondom, jó, akkor visszamegyek, és megcsúszott a lábam a felső lépcsőfokon. Így tartottam fölfele a hangszert. És közben gurultam lefelé a lépcsőn, úgyhogy még körbe is fordultam, úgyhogy mindenemet összetörtem, lábujjamtól a hátamig, minden, kezem, sípcsontom, minden, de így tartottam a fuvalát, mert hogy az ne sérüljön, meg lehetőleg a kezem ne sérüljön. Úgyhogy, de nem volt, hála Istennek, semmi, tehát mindenki épségben végigjátszotta az egész turnét. Még volt, aki betegen is, de végigjátszotta. Meg volt, akinek meghalt a... Hát volt egy nagyon extrém eset. Az egyik hegedűsünk kidőlt, a karmesternek a nővére nagyon magas volt a vérnyomása, úgyhogy ő egy pár napig nem tudott játszani, és akkor a szentpétervári balettől hoztak át egy szintén orosz hegedűs nőt, olyan 50 feletti volt a csaj, és akkor elkezdődött egy előadás, ő előtte beszélt a férjével a telefonon. Jaj, azokat majd a nyuszinak, légy szíves. Okay. És beszéltek telefonon, minden, mint ahogy mindenki, ugye mi is sokszor, minden nap beszéltünk telefonon. És akkor lement az első felvonás, és hívta őt otthonról a rendőrség, hogy meghalt a férje. Annyi, itt 2,5 óra volt a 2 dolog között, semmi baja nem volt a férjének, egyszerűen csak összeesett, a garázs előtt találták meg. És a nő visszaült játszani, és végigjátszott az össze, még aznap egy erről 2 volt akkor. Mert ott igencsak koncentrálnia kellett. Hát ez ugye egy nagy kérdés volt, az orosz mentalitás, hogy ez valójában milyen is, mert a karmester azért úgy feltette a nagy kérdőjeleket nekünk a viselkedésével, de amikor láttuk ezt a nőt, hogy ugyan természetesen nagyon szomorúan, de rezzenéstelen arccal játszotta végig a második felvonást, ezt nem értem, hogy akkor mekkora önuralmuk van az oroszoknak. Elképesztő volt. Az egész zenekar padlóra küldte a hír, össze-vissza játszott mindenki mindent, nekem is volt olyan, hogy be kellett volna lépnem, de erre gondoltam, már fújnom kellett volna, a fuvola meg ott volt az ölembe. Én meg nézelődtem erre-arra. Akkor kaptam a karmestertől megint egy gyilkos pillantást. Nem, akkor nem foglalkoztam vele. Úgyhogy, de egyébként biztosítása mindenkinek volt. Szóval, hogyha orvosi ellátásra lett volna szükségünk, akkor az ügynökség finanszírozta volna. Egyébként jól működött az elszámolás. Egy apró dolgot kivéve, de az tehát szépen gondoskodtak rólunk rendesen. Hogy nem került arra sor, mondjuk egy ilyen közös főzés, vagy sehol nem volt ilyesmi? Nem lehet. Nem volt lehetős idő, ilyen? Nem lehet, szállodákban nem főzhetsz. Nincs konyha? Nincs. Nincs. Egy helyen volt egy mikrohullámos sütő, bátban volt egy, amihez hozzáfértünk. Nem lehet főzni. Korábbi sztori, hogy valaki vitt rezsót, a szálloda a személyzete kiszúrta a szagokat, abban a pillanatban az egész zenekar repült a szállodából, tehát már nem maradtak ott egy pár évvel ezelőtt. Ment mindenki, kész. Éjszaka másikat kellett keresni a zenekarnak. Nem lehet főzni. Volt reggeli, bőségesen. Jó kis angol reggeli. Na jó, hát ezt hagyjuk, azért néznek ki belterjes angolok. Ez valami. Mondtad, hogy nagyon sok a kövérnő. Tojásporból készült tojás rántotta.
De erre mi szükség van? Tehát miért nem jó a tojás? Minek kell tojás? Volt, ahol tükörtojás volt, sok helyen volt tükörtojás, meg a paradicsomos bab. Jó, hát azért mondjuk, amikor én először megláttam a menüt, akkor elájultam tőle. Volt a paradicsomos bab, a párolt gomba, a sült paradicsom, akkor utána volt a frankok és angol kolbász. A következő hűtő ugye oda fog kerülni. Igen. Ígér meg valamit, hogy nem fogjuk rugdosni. Azt nem fogjuk, mert az nem fog lejteni. Ott nem lejt. Ott jó. Jó. Okay, akkor a kolbászka, akkor volt a sült bacon. Bacon. Te már egész jól beszélsz angolul, nem hiszem. Yes. És akkor kenyérpirító, tudod milyen frankon működik? Van a kenyérpirító, van egy rács, alul fűtenek a fűtőszálak, és amikor berakod a kenyeret, tehát érintkezik a kenyér a pirítóval, akkor megmozdul a rács, és körbeforog, beforgatja a kenyeret, és akkor kidobja. És amikor a kenyér kiesett, akkor megáll. Hát de nem olyan, mint a milyen, hogy így kidobja? Nem. Most mondom, hogy milyen. Jó. Aztán gyümölcs, akkor a joghurtok. De nincs zöldség, azt mondtad. 68 féle műzli, meg a mindenféle dzsemek, meg ilyen mártás, olyan mogyoróvaj, meg de nagyon sok minden. Kávéból is 8 féle, teják, ilyen cukorból 8 féle volt kitéve. De volt, ami íz lett. A végén. Mert eleinte tetszett, mint... Eleinte nagyon tetszett ez a bőségzavara, de a végére már nem. Á, mindenhol ugyanaz. Nem. Hát mindig elhatároztam, hogy jó, holnap is jó, jól lakok, de hát most megeszel, érted, egy pirítós, egy kolbásszal, meg egy szelet sonkával, az akkor kész. Hát már elteltem tőle, nem tudok többet enni. De azért ügyeltünk mindig arra, hogy gyümölcsöt minden nap együnk reggel, hogy tehát, mert aztán meg bementem a boltba, és akkor néztem, hogy mit vegyek. Gyümölcsöt. Hát gyümölcsöt nem veszek, hát ott van reggel a szállodában. Ötféle gyümölcs. Minek vegyek? Felvágottat? Nem veszek felvágottat. Hát volt, ahol Manchesterben nagyon nagy volt a kínálat. Ott volt még a sokféle sajt, meg hideg felvágottak voltak. Hát az se fog. Sajtot? Minek vegyek sajtot? Hát holnap reggel ott lesz a sajt. És akkor mindennel így voltam, hogy ezt is minek vegyek, nem fogok pénzt adni érte, amikor holnap odarakják elém. Nem kell érte fizetni egy fillért sem. Van egy kényes téma. Na. Hát, ugye svéd asztalos reggeli, ami... Jaj, az kaja elvitele. Aha, tehát ez nem csak te csináltad, hanem mondod, hogy azért rendszeres volt. Figyelj, az nyíltan, nyugodtan be lehet csomagolni, amit az ember akar, magának ízlésesen természetesen, mármint hogy mennyiség tekintetében ízlésesen. Tehát nem fogok felmenni a szobába. Azt nem értem, hogy miért nem kalkulálják be a svéd asztalos regény állába azt, hogy te egy keveset elviszel magaddal. Hát szerintem ez bele van kalkulálva, mert egy büdös szót nem szólnak. Na ez a normális mentalitás. Tehát hogy kalkulálják bele az árba. Persze. Az most, hogy felviszek két muffint a szobába, semmi. Vagy csinálok. Mikor első nap gondoltam, hogy elviszek két szelet kenyeret, akkor azt hiszem, hogy ez tilos. És akkor ugye besúvasztottam a táskámat. Hülyeség volt, hogy nyugodtan lehetett volna vinni ott. 3-4 rúd szalámit. Akkor volt az obolistánk, aki helyi volt, angol volt, mert itt már nem találtak obolistát, szóval Chichesterben kellett felhajtani egyet. Egy hiperaktív csaj volt, hatalmas egyén, és egyszer velem ült egy asztalnál, és akkor látom, hoz kenyeret, szalvétát, vajat, sonkát, látom, hogy pakolni. Nézek rá, rám néz azt, hogy még löncs. Hát mondom, jó van, tehát hogy csinálsz löncsöt, akkor én is csinálhatok bármikor. De nem volt, nem cuccoltunk. Voltak gyümölcs, banán, narancs, ilyesmi, akkor két banánt mondjuk felvittem magammal minden nap a szobába, hogy ez akkor délután legyen a kis leveske előtt. És az utolsó napon, amikor már mentünk a repülőtérre, akkor mondtam, hogy csinálok két szendvicset magamnak. De hát más is csinált ugyanúgy, de ebből semmi ügyet nem csinált. De ez a normális mentalitás, hogy belekalkulálják az árba és vigyed. Igen. Annyi volt a lényeg, hogy amikor lement az ember az étterembe, akkor be kellett mondani a szobaszámot, tehát kétszer mondjuk nem mehettél vissza. Aha. Mert megkérdezték, hogy melyik szobából jöttél, és akkor azt már kihúzták
a papírjukon. De hogyha beült az ember oda reggel 9-kor, és én 11-ig akartam reggelni, 11-ig annyit tettem, amennyit akartam. Az senki a világon nem szólt rá az emberre. Bármit. Narancsjúz, almalé. Na, ez most csak egy teljesen off hozzászólás lesz, bár kapcsolódik a témához, de van egy étterem tulajdonos ismerősöm, aki svéd asztalt üzemeltet. És ő elmondta, hogy ebben a legnagyobb biznisz a svéd asztalban általában az, hogy senki nem tud, tehát a férfiak azok ilyenkor igyekeznek megtömni magukat, de a nők nem tudnak. Nem bírsz úgyse, hogy neki ne legyen haszna. Persze. Tehát így is, úgy is, még ha el is viszel bármit, neki akkor is megvan a haszna. Igen. Tehát ez őket belekalkulják teljes mértékben. Tehát nem tudsz annyit enni, hogy aznak ne legyél éhes. Meg hát ennek az a hátulütője, hogy most én kitágítom a gyomrom két reggel egymás után, vagy három reggel, akkor utána még éhesebb leszek egész nap. Úgyhogy, és akkor arra nincs megoldás, akkor már mehetek kaját venni magamnak. Hát a többiek eljártak étterem, de hát normális étterem sincs, szóval hamburger, meg ilyen csirkehúsok, sült krumplival, tehát ők se ettek borsófőzeléket, vagy húslevest. De azért elmentek kaját venni. De figyelj, akiknek ez az állandó életforma, nekik ez ugye ez a keresetük, és akkor értelemszerűen a keresetükből élik a hétköznapjaikat. Volt. Tehát ez bele kell, hogy férjen, ami nekünk a hétköznapokba belefér, hogy itthon főtételt eszünk. Így van. Ők így mivel van. Állandó turnén vannak, így megengedhetik maguknak, hogy néha-néha étterembe mennek. Meg voltak a nyugdíjasok, akik azt mondták, hogy fiatalként ők is ugyanis spóroltak, de most már nem kell, már megvan mindenük. Úgyhogy megvettél magának a bőrcipőt, eljártak ruhát venni, mindent, ami kellett. Úgyhogy hát rajtam már röhögtek a végén, meg tudták, hogy én nem akarok pénzt költeni. Már amikor nem volt kedvem kiadni 2 fontot sörre, annál olcsóbb nem volt, nem fogok 700 forintot fizetni egy doboz sörért, nem ment el az eszem. Vettem 50 pedigére egy fél literes tejet. Azon szakadtak, az nagyon nagy sikert aratott. Én és a tej ilyen kis kancsóba volt, ilyen kis nyeles műanyag kancsóba. Fellépő ruha. Én a nagy rutintalan. Vittem egy fekete nadrágot, meg egy fekete blúzt, meg egy csizmát, fekete csizmát. Mindenkinél volt legalább. Vonulj át. Nagyon szép lettél, drágám. Vonulj át csöndben. Menj már, légy szíves! Így basszus! Hagyjad már, szép gyerekemet! Pontosan na. Tudod, hogy magad alatt vágod ilyenkor. Igen, ilyenkor mi megáll 20 percre. Na, igen. Mikor mondtam a szobatársamnak, hogy egy fellépő ruhát hoztam, hát fogta a hasát a röhögéstől. Ő egy gigantikus bőröndel érkezett. Azt mondta, hogy hát amikor már megláttam a kis bőröndödet, mert akkor gyanús volt, hogy mit fogsz te csinálni itt egy hónapig. De hát a blúzomat kimostam rendszeresen, a gatyámat meg majd most fogom. 28 előadásod rajtam volt. Nem, 2 fekete gatyám volt. Úgyhogy váltottam. És akkor, na mindegy, és akkor az utolsó alkalommal nem árokban zenéltünk, hanem látott minket a közönség. A színpad és a közönség közötti részen volt a zenekar, és akkor volt egy vagy van egy Facebook csoport, ahol mindig beírták az információkat, és akkor írja a turnévezető, hogy kedves zenekar, csinosba gyertek, mert lát bennünket a közönség, és akkor mondtam a szobatársának, hogy ma felveszem a leggyönyörűbb fellépő ruhámat. Tényleg, meg ki kéne készíteni a telefonodat? Van egy kis meglepetés a végére. Ja, jó. De még előtte, azt elfelejtettem, valamit nagyon akartam kérdezni. Nem lehet elmesélni így. Hát persze, ez egy hónap. Nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Kérdezgetik az emberek, hogy jó volt-e, apukám is kérdezte tegnap. Mondtam, hogy nem. Nem volt jó. Nem volt jó, mert a... Lán kellett mondanod a komfortzónádról. Igor, nem tudom, Kievics. Nem tudom a vezeték nevét, a karmesternek. Ő egy olyan ember, aki hát úgy tönkrevágta az egészet. Ez a... Persze, aztán láttam már, mikor mi is láttuk a közönséget, meg láttuk a balettet, mert akkor ugye a hátunk mögött ment, majd akkor azon a telefonos felvételen lehet látni a balett. Hát akkor azért leesett a tantusz, hogy úgy vezényelt, hogy
A szeme az kint volt a színpadon, a balettáncosok lábát figyelte meg a mozdulatait, és a keze volt nálunk. És hogyha a balettáncosok mondjuk csak egy picivel lassabban lépett, vagy egy picivel gyorsabban, vagy éppen fáradt volt, vagy akkor az igornak, a karmester, annak meg, vagy a zenekart annak megfelelően kellett vezényelni. És akkor volt olyan, hogy össze-vissza tempókat vezényelt, mert fönn a színpadon nem úgy ment az előadás. És akkor a zenekar is össze-vissza, hol kicsit gyorsabban, hol kicsit lassabb, de nehogy azt gondolt, hogy ő rájuk nézett csúnyán, mi ránk nézett csúnyán. Hogy nem úgy, hát egy kézre játszunk, könyörgöm, hát te vezényelsz így, hogy játszak, ha így vezényelsz? Ilyenkor most felvetül bennem egy hülye kérdés. Egy balettzenekar, tehát ha a zenekart úgysem látja a közönség, igen? Miért nem egy CD-lemezre táncol? Jaj, mert akkor nem lenne ekkora közönsége a színháznak, mert ezek az előadások úgy voltak meghirdetve, hogy a moszkvai balett élő zenekarral, ugye a mi nevünk csak ennyi volt, hogy élő zenekar. Nem volt ott, hogy magyar zenekar, élő zenére. Hát de úgyse tudják, hogy mi van lent. Tehát a közönség... Hát de tudják, de hogy nem, hát akik az erkélyeken ülnek, azok belátnak az árokba. Ja. Meg aki az első sorban ül, az meg teljesen, hát ott könyököltek a szélén, tehát azokkal farkas szemet néztünk. Aha. De hát nem minket figyeltek, a szemük rajta volt a színpadon. Néha, amikor szünet volt, nem kellett fuvolázni, akkor így oda néztem rájuk, mondom, hó, gyerekek, mi is itt vagyunk, nem kéne ide nézni egy kicsikét, hát itt toljuk, mint az állat. Az volt a legviccesebb, hogy voltak mint olyan részek, hogy a zenekar, mint az ökör nyomja a tempókat, mindenki, bazi gyors az egész, balerina meg ennyit csinál. Köszönöm! De nagyon nagy teljesítmény. Bugyog, nagyon bugyog. Jó, teszi, az a dolga. Tényleg, mit teszünk ebédre? Az első hangzott... Húsleves lesz meg, rátott, csirek. Na, ilyen se volt egy hónapja. Na, szóval nagyon nehéz dolga volt neki, persze, érthető. Meg ha már valamit 30 éve vezényel, és minden egyes szösszenet az agyába van vele égetve, és hogyha valami nem stimmel, már pedig nagyon sok minden nem stimmel, akkor persze ki van akadva, hogy már megint egy béna csapat, már megint két szerencsét, megint itt ez a szerencsétlen fuvalista rá, de nincs is, aki érted megtámogasson, a másik mondjuk jobban tudja. Egy helyen Manchesterbe jött Lettországból bővítés. Akkor volt mellettem egy lett csaj. Úgyhogy akkor minden hangszernek volt párja. Amikor már éppen eleged lett. Ez szójáték hát... volt. Jó. Az is érdekes volt, mert úgy voltunk vele, hogy mert ők meg tudták nagyon az anyagot, már 3000-szer eljátszották. És úgy voltam vele, hogy bakker. Én itt nyomom már 3 hete, és ez most ide jön belém villogni? De azt hiszem, hogy... Nem fuvoláztad le? Ilyen mérgesen rá nézve. 3 előadást játszottunk velük, és akkor az jó volt, hogy ott volt, mert mellette megtanultam még azt, ami nem ment. Úgyhogy utána már nem volt gond. Nagyon kemény volt. Nem fáradt vagyok még mindig. Mondtad, hogy voltak ilyen éjszakai partik a zenészeknek, tehát hogy volt, aki reggel jött föl. Hát ritkán, hát nem tudom, én az a helyzet... Hogy nem mentél bele egy ilyen éjszakai dumálgatásba? Azért nem mentem bele, mert nem tudtam volna dumálgatni, ugyanis volt köztünk egy lengyel lány. Ő angolul beszélt. Volt egy román lány, aki szintén Angliában él 13 éve, ő csak angolul tudott kommunikálni. Az a lényeg, meg voltak a balettáncosok, tehát azért vegyült a társaság, akik szintén angolul beszéltek. Ki nem beszélt angolul? Én. És akkor mielőtt már valaki egy ilyen leült az asztalhoz, akkor rögtön mindenki angolra váltott. És akkor én ott nem tudtam beszélgetni. Én most nem fogom ott hallgatni, érted, hogy angolul beszélnek, nem tudok hozzászólni. Elmentem mindig aludni, az jó van. A fiatalok partiztak, mert voltak egyetemisták, ők szépen egy csapatba verődve mindig. Jó, hát a fiatalság az pontosan a rugalmasságról szól, meg a tanulékonyságról. Igen. Ezt majd megtapasztalják ők is, amikor már elmúlnak 40. Hát csak ők tudnak angolul.
Egyébként a karmesternek a testvére, a Ludmilla is már évtizedek óta jár így magyaros, vagy Angliába magyar zenekarral. Nem beszél semmilyen nyelvet, csak az oroszt. És azért úgy megszólták őt, hogy azért ez nem fair, hogy elvárja, hogy oroszul beszéljen. Akkor most itt kell, hogy megvédjem új, a teljes Magyarországot, mert mindig megkapjuk a képünkbe, hogy Magyarországon senki nem beszél angolul, és hogy szégyeljük el magunkat. Ez nem igaz. Mindjárt mondom az ellenérvet, hogy mi szól ennek ellene. Az, hogy ez egy zárt ország volt egészen körülbelül 20 évben, mikor 1990-ben nyitottunk, egészen addig orosz nyelvet oktattak, én és kötelező szinten, neki. Ami azt jelenti, hogy az országot nem hagyhattuk el. Tehát ez egy zárt ország volt, úgyhogy nem kell bennünket vádolni, hogy nem tudunk angolul. Utána jött az az időszak, ugye, hogy nem mindenki kényszerült külföldre. Persze. Akik meg kikényszerültek külföldre, ahogy én is mondjuk kimentem, de én csak 3-4 hónapokra, ott automatikusan az ember elkezd megtanulni nyelvet. Én is ennek köszönhetem, hogy mondjuk hogy már nem tudnak eladni. Tehát el tudok mondani egy pár dolgot, megértem, hogyha hozzám szólnak, már nem vagyok annyira zavarba, attól se, ha felhívnak telefonon, de ehhez az kell, hogy belekényszerítsék az ember, mert amíg itt vagyok bánkon a faluba, és a faluvidéken, miért kéne nekem ehhez tudnom angolul, ha itt élek a faluba? Én ezt elmondtam a többieknek, itt még most csak az volt a probléma, hogy mivel oroszok is voltak köztünk, de az egyik srác, ő orosz születésű, mikor 10 éves volt, az édesanyja áthozta Magyarországra, innentől kezdve tökéletesen anyanyelvi szinten beszél magyarul, de mivel Angliában él, szinte anyanyelvi szinten beszél angolul is. És akkor ő mindenkivel, vagy a turnévezetőnek cser nyelvvizsgája van, innentől kezdve orosz keli vágja, tehát mindenkivel. De volt egy fiatal balerina, aki már évek óta ismeri a mi turnévezetőnket, sokszor volt nála, a saját otthonába. Van neki olyan pólója, hogy ami aztán a magyar felirattal ismeri az egész az édesanyját, a családját, minden szó, és rendesen káromkodik magyarul. Egy fiatal kislány, nem tudom, 20-akárhány éves lehet, Anasztázia, és jön, és akkor kérdezi, hogy hogy vagy, köszi, jól vagyok, és ezeket így, tehát, hogy tiszteletben tartja ezt az egész helyzetet, és úgy van vele, hogy ha ő rendszeresen egy magyar zenekarral turnézik, akkor alapvető magyar dolgokat, magyar mondatokat megtanul. A következtetés ebből az, hogy angolul kell tanulni. De egyébként meg én el tudok mondani dolgokat, ha nagyon muszáj, mert például a fogalmas is már melyik katedrálisban, Bátban, ott jöttek oda az emberekhez ilyen egyházi segítők, és akkor kérdezték, hogy körbevezessék az embert, minden, és akkor ott el tudtam mondani angolul, hogy ki vagyok, mi vagyok, meg hogy ma este előadás van, meg a moszkvai balettes, stb. El tudom mondani, de az, hogy beszélgessek, az nem. De hát illik mondjuk valami nagyon keveset. Úgyhogy, hát jó, majd. Most német nyelvvizsgát kell majd nyáron tenni, úgyhogy ezzel én most nem foglalkozom. De ezért nem maradtam lent partizni a többiekkel. Meg nem, most szállodában érted, ott is volt bár, mindenhol volt bár. Egy korsó, sem 4 font. És 4x1500 forint. Hát hol fog ilyen 1500 forintot így korsó sörű, mikor itthon 150 forint is lehet. Ó, basszus, mert mikor kint voltam Szlovákiába, na hát én belementem ott egy ilyen éjszakai partiba, koncert volt lent a szálloda mellett, lementem, kívánt, nem is tudtam tőlük aludni. De emlékszel rá, hogy ott azért voltak partik. Ott, ez nagyon durva volt. Zengett az egész szállodát, remegett az ablak meg minden. Na mindegy, munka után nem bírtam aludni, lementem, 1 euró volt egy korsó sör, megláttam, hát mondom, hogy a fisába, hogy dupla ára van, mikor bent a Lidl-ben 45 cent egy finom sör. De hogy fogom megvenni? Elindultam visszafelé, mondom, miért ne? Hát ezért dolgozok. Visszamentem, persze, hát itt a harmadik, negyedik sör után már nem foglalkoztam vele, de utána fölemelték 2 euróra. Tudod, na, mert... na, ez az. Hát nem, hát ennek esélye nem volt részemről, hogy én ilyen pénzeket kiadjak. Nem, meg hát figyelj, tudod milyen fáradtak voltunk? Ebben az volt a legmegdöbbentőbb, amikor megérkezett a szobatársam, délután 3 óra volt. Én éppen gyakoroltam a szobámban,
Ő a másik csapattól jött át. Már túl volt akkor egy teljes héten, amikor minden este koncerteztek, előadás volt. Bejön, azt mondja, hogy ő lefekszik aludni. Nézek rá, délután 3-kor? Hogy lehet délután 3-kor aludni? Azt mondja, már megtudod. Aha. Lemen két előadás, úgyhogy kijövünk. Nekem se végtagjaim, sem fejem nincsen. Mert olyan megterhelést ró az emberre egy ilyen 2,5 órás koncentráció. Eleve úgy ülök a széken, hogy teljesen megfeszített izomzattal. Tehát a vágy, a combo, minden teljes feszültségbe, egyrészt mert izgulok, félek, hogy jó lesz-e, másrészt koncentrálok. Másik, folyamatosan számolni kell, hogy hol tart az ember. Ki van írva 32 ütem szünet, és akkor például majd az egyik felvételen lehet látni, az obolista ő a szájával mondta ki, mindig mondta 1, 2, 3, 4, mindig mondta. De szépen mondta. És hát mert ez egy napig hallgattam. Én nem úgy számoltam, hanem ki volt készítve a két kezem, és akkor ez volt az egy. És akkor mondjuk, ha egy ütemben négyet kellett számolni, akkor úgy ment, hogy 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. És akkor, amikor 32 ütemet kellett kiszámolni, akkor figyelni kellett, hogy már hányszor mentem körbe. Tehát azt mondjuk biztos volt, hogy ha ez az ujjam, akkor vagy 8, vagy 18, vagy 28. És akkor így kellett végig. És melyik a bal kezed? Hát ez. Jó, de ezzel mindig gondol voltál. De most tudom. És akkor amellett meg játszani, meg arról nem beszélve, hogy Csajkovszki teli írt a fuvala szólóval ezeket a baletteket. Rohadjon meg! A Diótörő volt, a Csipke Rózsika, meg a Hattyúk Tava, és akkor Prokofjev, Rómeó és Júlia. Ez a négy balett volt. Fel is tele szólókkal, nagyon sokszor ki lehetett hallani. Ha valamit az ember elrontott, vagy nem szépen játszotta, akkor azt hallja az egész zenekar. Szóval olyan oltári stressz volt, hogy nekem még ilyenben nem volt részem. És akkor két nap múlva, amikor mint egy atom hulla, érted, még fél tízkor még mindig alszok, fölkelek, menjünk le reggelizni, lementünk reggelizni, vissza a hálóim, vissza be az ágyba, akkor a szobatársam röhögött rajtam, hogy na mi van, délután 3 óra van, csak nem alszol. Egy fontos téma, az a baj, rengeteg ilyen van, idő eltolódás. Nem sok, egy óra hossza, de hogyan élted meg? Hát úgy, hogy tudtam, hogy amikor mit tudom, ott 4 óra volt, akkor nálatok már 5 óra volt, akkor mindig gondoltam, na lassan nyugodó órad, majd már délután van, már eltelt a nap, már ez is eltelt, az is hát, eltelt. Nekem nem tudom, hogy jött össze, de ugye... Reggel volt furcsa, mert én fölkeltem, 8:30 mutatott az óra, és itt már 9:30 volt, na mondom, már nem ment a fél délelőtt itt volt. Hát igen, mert ugye azon, hogy Benzsó 4:30 fel kellett, hogy ébresztem, ahhoz nekem 4 órakor fel kellett kell, nem? Hogy reggeli, meg tett magamnak kávét, neki reggeli teát, és utána levinjem a buszhoz, stb. De valamilyen oknál fogva, 3:20 automatikusan felébredtem, és hát akkor már ugye az ember tudatosult bennem, hogy mindjárt 4 óra, és mindjárt kellene, úgysem fogok tudni visszaaludni. Úgyhogy ez ilyen rendszeres volt majdnem 2 héten keresztül, hogy ilyen 3:20, 3:24 környékén automatikusan felébredtem, ami azt eredményezte, hogy este 6-kor már lefeküdtem az ágyba, és szóltam a gyerekeknek, hogy bocs gyerekek, de én megyek aludni. Este 6-kor mi kezdtünk készülődni, hogy megyünk a színházba. Úgyhogy rendesen el voltunk tolódva. Nagyon, most tegnap éjjel nem is tudtam aludni. Egy éjfélig fenn voltam, még nyomkodtam a telefon, mikor te már aludtál. Úgyhogy ez holnaptól nagyon érdekes lesz egyébként, mert holnap 4:20 csörög az óra. Na szépen visszaállsz. És este 8:30 fogok hazamászni a zeneiskolából, a délutántól félek nagyon. Hogy én ott hogy fogok aludni? Munkaidőben. Hát figyelj, mások is, a gyártósoron is alszanak munkaidőben. Én szabad aludni, persze. Lehet. Csak ne legyék észre a gyerekek. Hát rá kell festeni egy nyitott szemet a szemhéjadra. Egy érdeklődő nyitott szemet. Jó. Hú, hány perc ez? Sok. 54 percnél tartunk, de hát... Jó, szerintem lényeget elmondtam egyébként. Nagyon nehéz volt egyelőre, csak ez voltak szép pillanatok, mert láttam nagyon szépeket. Nagyon örültem, amikor tényleg örömöt okozott az, amit látok. Bát volt, nagyon szép.
York gyönyörű volt, csak mire odajutottunk, besötétedett, a katedrálisba már pont nem engedtek be. Többi mondjuk nem volt annyira nagy durranás, ezek a gigantikus városok, ezek nagyon undorítóak számomra. Ez a Manchester, ez borzasztó, olyan, mint a Mici Mackóban van az apacuk a szörnyek. Tudod, a Mici Mackó álmodik, vagy mit csinál, az apacuk a szörnyek, de vigyázz, ha jönnek, és akkor így minden épület tornyosult fel, én majd fulladtam. Én úgy voltam vele, vagy azt gondoltam, ha nekem külföldön kellene élni, akkor kivennék egy lakást, és onnan soha többé a lábamat nem tenném ki, csak ezeken az utcákon ne kelljen járnom, mert borzasztó idegen. Köztünk van egy hatalmas nagy különbség, és ezért nem te is... Te férfi vagy nő? Igen, itt be is fejezem, nem csak ez, hanem az is, hogy mi azért nem nagyon szoktunk együtt utazni, mert engem teljesen más dolog érdekelne. Ja, mert amíg te vonzódsz egy ilyen Big Ben toronyhoz, meg bármilyen épület... Most be van állványozva, az egyik srác vett magának Londonba. Állványzatot is beállványozta? Vett magának buszjegyet, elment Londonba, és az egész Big Benben van. Épp csak az óra látszik. Aha. Úgyhogy semmit nem látom. Na, belőle. Pont ez a gond kettőnk között, hogy te érdeklődsz az építmények, épületek, történelmek után. Én meg, hogyha elmegyek, mi volt például Szlovákiában az első dolgom, megnéztem a térképen, hogy hol van egy tó, és beültem a nádasba. Érted? Madárcsicsergést hallgattam, meg ugye néztem, hogy ott horgásznak emberek. Légy szíves, ne hívj fel magadra a figyelmet, Levente. Mondja, drága! Csak menj át! Fölvetnek. Mi hova? Hova? Szlovákiába. No! Yeah! Akkor hívj fel magadra a figyelmet! Ez az! Ennek örülök, így szóval. Akkor ígyunk! Jó, kapcsol ki, hagyd beszéljük ezt meg. Jó, oké. Okay. Na! Na, akkor anya befejezte, hazaérkezett. Menjünk már a picsába! Itt van, Benjo is. Jó, legközelebb mutatjuk a konyha bútort, ami ebből a keresetből elkészül. Jó, és itt vagyok én is. Sziasztok! Az én ábrázatomról le kellett mondanatok az egész filmben, de itt bepótolhatjátok. Milyen veszteség! Igen. Jó van, Levente örül. Pik. Mit mondtak? Ja, jó, másik film.